Reggeli füstjelek. Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet, és aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag. Megismételem. Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet. Aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag. Elsősorban most azokhoz a kedves reggeli füstjel hallgatókhoz szeretnék szólni, akik még úgy az útkeresésük elején vannak, a megtérésük még nemrég következett be, és emlékszem én is, amikor még ezeket az időket éltem, valahogy úgy billegett az életem a világ és az Isten dolgai között. És hát hozzátok szeretnék elsősorban szólni, de természetesen minden kedves füstjel hallgatónak is a figyelmébe szeretném az alábbi ígéket ajánlani, mert rendkívül tanulságos, hogy aki nagyon szereti vagy keresi az örömöt az életben, az nem lesz gazdag. És én elsősorban nem is azt a gazdagságot emelném ki ebből az igéből, amely az evilági gazdagság, mert mindenkinek ez mást jelent, hanem az Istenben való gazdagságot. Tudjátok, itt a hegyoldalban, ahol lakom, Nagymaroson, nagyon jóba vagyok sok közelebbi és távolabbi szomszéddal, és egyik este az egyik ilyen szomszédom, akivel igen jóban vagyok, többször is segítettünk már egymásnak, így áthívott magához, pontosabban meghívott, amit nem fogadtam el ilyen értelemben. Azt mondta nekem, hogy Gyurikám, gyere már át hozzám, ígyunk már együtt valamit, úgy rúgjunk be egyszer úgy jó istenesen. És hát én mondtam neki, hogy hát nézd, ha én istenesen szeretnék valamit, akkor az elsősorban a Szentlélekben való részesülés és az abban való öröm. És hát innentől fogva a beszélgetés már két vágányon zajlott, mert hát enyhén szólva nem keresem azt a fajta örömöt, ami ebben a borivásban található, nem is beszélve a mértéktelenséggel összekötve. Örömöt keresni. Tudjátok, az ember, és ez mindenkire vonatkozik, a boldogságot keresi ezen a világon. De igazából nekünk nincs a hatalmunkban azt, hogy boldogok legyünk. Sőt, aki erőlteti ezt a boldogságkeresést, az a legkevésbé lesz talán boldog. Úgy eszi át magát az élet kásahegyén, és ahogy Salamon mondja, az ember szája a végén megtelik kavicsokkal. Ne keressük elsősorban az evilági szórakozásokban az örömöt, mert ezt én magam is tanúsíthatom nektek, hogy nem nagyon fogjuk benne megtalálni. Azt a fajta szívörömöt, amit az Isten tud nekünk adni, az semmi nem pótolhatja, és az bizony pénzen nem megvehető. És tudjátok, ahogy a Szentírás egyre jobban, egyre elmélyültebben fogjátok tanulmányozni, rá fogtok döbbenni arra, hogy mennyire, hát igaza van példabeszédek könyvében szintén Salamonnak, amikor leírta azt, hogy szegénységet és gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. Ezt Agur vallomásából tudjuk, Salamon jegyezte le Agurnak a bölcs mondásaiból, hogy szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, tápláljál hozzám illendő eledellel, hogy legyen mindenem, amivel rendelkezem, legyen minden, amivel élek, az te tőled jöjjön, Uram. Ne én akarjam magamnak úgymond a boldogságot kipasszírozni ebből az életből. Ne akarjam az örömet keresni, ki tudja, ki miben találja azt meg, összejövetelek, nótaszó, kicsit úgy beborozott, hegedűszós, tivornyázás, vagy akár bulizás, vagy bármi. Akinek a szíve lelke megtelik az Istennel, megtelik az Isten szeretetével, és a Szent lelkéből a jó Isten tud adni nekünk, annak az embernek már ezekre nem igazán van szüksége. És hát bizony,
Az Isten nem csak abban hatalmas, hogy megmutatja nekünk azt, hogy mire van szükségünk igazán, hanem abban is hatalmas, hogy megmutatja, hogy mire nincs szükségünk. És bizony óriási jövedelem részek szabadulnak fel, akkor, hogyha mi nem igazán akarunk már költeni olyan dolgokra, amelyek úgymond hiába valók, vagy semmik, vagy értelmetlenek, csak a világ szemében értékesek. Nézzétek meg, vannak emberek, akik állandó pénzzavarral küzdenek. Minden kell nekik, és minden egyszerre kell nekik, de egyik hitelből és adósságból vergődnek a másikba. Míg vannak emberek, akik sokkal szerényebb jövedelemmel rendelkeznek, de mégis mindennel bírnak. Bírnak megelégedettséggel, szívörömmel, Istenben való nyugalommal. Ezért most, kedves kezdő füstjel hallgatók, elsősorban nektek mondom, hogy ne keressétek az örömet mindenáron ezen a világon. Mert aki állandóan a boldogság kék madara után fut, az meg fogja tapasztalni azt, hogy ahogy a nyúl érte, nyúl után, hogy megragadja az egyik szárnyát, az mindig tovaröppen egy kicsit. Engedjük el a boldogság keresésnek ezt az ösztönös állandó akaratát. Adjuk meg magunkat az Istennek, és ő, aki boldogságra teremtett minket, be fog tölteni minket boldogsággal. Ott és úgy, ahogyan nem is, de nem is gondolnánk. Hát gondolkozzunk el ezen egy kicsit a mai napon is. Szervusztok!